kettő dologról kell beszélni, az akusztika, ugye, mint olyan dolog, az ugye két, 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 dolgot fog magába fogalni. Az egyiket nevezzük úgy, hogy hangszigetelés. Ez arról szól, hogy ha otthon csümböröksz a dobbal a nagyszobába, akkor ugye felkopok Béla bácsa, hogy nem tud aludni. Tehát, hogyha azt akarod, hogy úgy szüljön a hangfalad, mint ahogy az a papíról le van írva, és hogy az gyárilag tervezték, akkor muszáj vagy kezelni az akusztikát szerinted milyen a, mi az ideális szoba? Oké. Okay, um, Ny nyilván most ne, no, ne a mér, először nézzük méretben, nézzük, nézzük négyzet. Ideális az akkor, hogyha az egész bolygója a tiéd, amit mondnak, és, és ennyi jó nagy izé van. Az én legnagyobb hívám, ha még egyszer egy énekes beteszi a lábát a stúdiómba, aki nem tudja fejből a szöveget. Tudom, ezt már mondtad. Azt megöl. <laughs> akkor hamar elfogynak az a baj. <laughs> Na úgyhogy úgy, nekem engem meg ezzel tudnak kikészíteni. Tudod, amikor kottálvány, kér egy kottálványt a telefonnak. Azt akarom mondani, hogy milyen kottálvány. Persze, a a a telefon, persze tudod, hogy a telefonnak, tudod, és akkor nem tudja olvasni az apró betűt. És ez megy éneklés közben, tudod, a zoom, tudod, és hallom, tudod, hogy benne van a felvételben, tudod, ne Ulyan. sírj, babám, és megy, hát készen vagyok teljesen. Na jó. Ennyi. Van. Na, itt fejezőben pisülnöm kell. Mi? A... Mert lány vagy. Hát, iszok. én meg egy liter vizet, ami műsorban. De minek iszol vizet? Meg szomjas vagyok. Vízbe béka van, életednek vége van. Hát ez van a magyar nótában is. No, köszönjük, srácok, mindenkinek a kitüntető figyelmet egész évben, hogy velünk tartottatok a nagy hülyeség és pandemik ellenére is. A másik, amit mondani akartam nektek hogy az még hagyján, hogy ti rohadtul tartsátok be az összes szabályokat, de mindenkire adjatok maszkot, meg mit is na, hogy az egész tetves járvány, ez már múljon már a büdös picsába, mert a tököm ki az egészszel, érted, hogy nem tudunk semmit se csinálni, itt kuckózunk, bazzik, és pofázunk a semmit, és nem tudunk elmenni értelműen egy rohadt hangfalt meghallgat. Úgyhogy ezzel csináltok valamit, nagyon vigyázzatok magatokra, nehogy betegek meretek lenni, mert ripityára verlek benneteket egyenként. Így van, fogadjátok meg Tamás tanácsát. Hát ez nem tanács, ez fenyegetés. ez, ez fenyegetés. én azért nem szoktam félreérthetően beszélni. Jó van, ennyit erről. Jó éjszakát, sziasztok, találkozunk jövő hét magatokra, szevasztok, köszi a Masterin Biblia könyv kérdőjel. Szeretnél egy olyat? nagyon gyűjtsed a pénzt. Az nagyon drága lesz, ha egyszer megjelenik. Nagyon vékony könyv lesz, nem sok szabály van. E, nem, tényleg a masteringről, hát akarok, tehát ez terve van véve, hogy e, mielőtt még talán megdöglök, azért megírok egy ilyen könyvet. Nem csak a masteringről, hanem így, amit így sikerült összegyűjtenem, hogy, hogy, hogy ne menjek úgy el, hogy, hogy ennek a nagy része így ízi, megy a levesbe, mert senki nem emlékszik rá, de rettenetesen lusta vagyok, gyerekek. Tehát az életben olyan dolgok vannak, amik nem úgy most azt értem, hogy számotokra ez lenne a hasznos, hogy én könyvet írnék. De ti azt nem bírjátok. Tomi számára ez nem hasznos. Igen, nekem ez személyesen ez már engem nem érint értel, amit mondok. Tehát ezt úgy szoktam mondani, hogy ha hogy megdöglök, érted? Akkor már nem érdekel, hogy milyen szépek az utánam következő lányok. Sőt, hogyha nagyon szépek, akkor idegesítőek, hogy én azokat már nem látom például. Hogy kitalálnak valami ételt, majd mondjuk 50 év múlva, mikor már abszolút, vagy 100 év múlva, mikor már nem élek, érted? És nem tudom megkóstolni. Rohadt dühítő ez az egész. Hát ez iszonyatosan idegesítő. És akkor még írja a könyvet. Jó, nagyon tudom.